Merhaba! Sziasztok! Arra gondoltunk, hogy készítünk most egy szomorú videót, ugyanis nem vagyunk túl boldogok. Ez a másfeledik rész, ugyanis... Események vannak! Igen. Tegnap este terveztük, vagy ma reggel kirakni a második részt, azonban ez nem jött össze, ugyanis a laptop, a munkagép, amin dolgoztam, az megadta magát, Kampec. Az alaplap meghalt, megfőtt, és az adatokat próbáljuk kimenteni. Azon voltunk a tegnapi napon, hogy valahogy egy adapter szerezzünk a SATA mikro SSD-hez, de nem jött össze. Most egy új helyen vagyunk, ugye tegnap még egy másik helyen próbálkoztunk, egy kisebb városban, vagy falu, nem is tudom, inkább város, de nem jött össze, sajnos. És azt tanácsolták nekünk, hogy menjünk Antáliába. Go Antália! Úgyhogy 100 kilométerre vagyunk Antáliától, és holnap be fogunk motorozni. Megpróbáljuk minél pótolni ezt a videót. Egész egyszerűen mindent megfeszítettünk. Körbe telefonáltak 600 helyre. Nagyon rendesek voltak. Találtunk egy srácot, aki egy telefonszervizes volt, és mindenkit felhívott. Mondta, hogy jöjjünk be a kocsijába, elvisz bennünket a haverjához, a szervizbe. Itt sajnos nem tudtuk megoldani, úgyhogy a számítógépünk behalt. Igen, tehát sajnos pont azelőtt, hogy a második rész, mert tényleg nem sok hiányzott volna, hogy elkészüljön, és pont az történt, hogy így az adatokat elveszítettük, vagy hát jobban mondva reméljük, hogy meg tudjuk oldani. Ráadásul pont az a helyzet áll fenn, hogy Magyarországról jönnek a barátaink, két lakóautóval fognak most csatlakozni hozzánk, és pont tegnap indultak el, és már nem akartuk őket ezzel nyaggatni elindulás előtt egy pár órával, hogy próbáljanak szerezni egy ilyen csatlakozót, vagy olvasót, vagy adaptert, ami egy másik laptopunk is van, ami hát szó-szó működik, majd kiderül, megpróbáljuk helyreállítani. És azzal tudnék dolgozni, hogyha minden igaz, de most ez a helyzet van, úgyhogy kérjük szépen a türelmeteket. Sajnos nem tudtunk kijönni egy újabb résszel, a második résszel, de igyekszünk pótolni, úgyhogy ma érkeztünk erre a helyre, holnap már megyünk is be Antáliába motorral. Ha valaki találkozik Murphyvel, akkor csókoltatom, mert gyakorlatilag minden, de minden annyira tegnap ellenünk dolgozott, hogy egész egyszerűen így álltunk, és azt mondtuk, hogy még valamit segíthetünk. Tehát, hogy semmi nem jött össze. Tehát tegnap behalt a gép, nem sikerült szerezni adatkábelt, fölhívtuk Magyarországon a számítógép szervizestől elkezdve mindenkit, kivettük belőle az M2-es SATA adathordozót, és lementeni már egész egyszerűen nem tudtuk. Úgyhogy a mai reggel átjöttünk ide a gyönyörű placra, ahonnan már közelebb van Antália motorral. Innen is egy 100-as, de holnap reggel megszúrjuk Antáliát, és megpróbálunk szerezni egy ilyen adatkábelt, amivel kimenthetőek lesznek a felvételek, és akkor láthatjátok a további részeket. Úgyhogy most kényszerűségből tesszük fel ezt a másfeledik részt. Kérlek, legyetek türelemmel. Igen, csak hogy ne maradjatok éhesek, és akkor megmutatom, vagy ne legyen az, hogy miért nem jelentkezünk, egy kis magyarázatot akartunk adni, és megmutatom, hogy hol vagyunk. Itt vagyunk. És várjuk a naplementét. Vasárnapi nap van, ez majdnem egy élő, egy real-time videó, ugyanis február 19-e van naplemente. Előtt állunk. Itt vannak a helyiek, vasárnap van, és csoda jó idő, már most azért fogyatkozott a sereg, a népség, de ez egy nagyon jó kis part.